És akkor folytassuk a DLC-t, jó? Kölcsön adjam az enyémet? Neked van AC-em? Pedig az megmaradt tudtommal. Akkor mondjuk vicces. Akkor az úgy azért érdekes. Simán visszaveszik azokat. Az igen. Na, ott tartottunk, hogy haladnunk kell a... Hát úgy mindennel. Fejlesztünk, boat fueling, most csomó achievement fog fölpoppolni, meg akkor azt mondtuk, hogy most szerezzünk egy kis pénzt, és utána... Jaj! Szerezzünk egy kis pénzt, és utána pedig azt fogjuk csinálni, hogy bezárunk, és egy kicsit customizáljuk az épületet, vagy nem. Ennyit a seggekről. Már van 3 darab beosztottam, amiből csak 2 dolgozik nappal. Ó, már jön ide. 2 dolgozik nappal és 1 éjjel, úgyhogy kell majd még egy negyedik, hogy teljesen le legyen fedve. De most a repairing. Ja, jó. Oké, besegítek neki, mert most ő éppen javítja a kocsikat. Ó, és tudjátok, hogy miért nem megy a rádió? Mert be van ragadva ugye a party busz. Igen, hogyha megvan a negyedik emberünk, akkor majd átállítjuk, hogy ki miért felelős. Customer at car wash, customer at fueling. Hát a car wash a legfontosabb, mert a 150 pénz. Azt nem hagyhatjuk el elveszni. Working at the car wash. De van reset gomb, csak nem akarjuk megnyomni, mert igazából azt vettük észre, hogy hiába reseteltük le, a party busz, amikor megérkezik, az jelenleg valószínűleg még bugos. És erre mondtam, hogy ugye a játék jövő héten jelenik meg, mármint a DLC, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy még ilyen dolgokba bele lehet futni, és ezt majd javítják. Mert resetelés után is ugyanez történt. Megjelent a party busz, ott beragadt, és kész. Csak most még zene sincsen. Nem láttam, hogy jött volna frissítés. Tudod, mert ott áll a buli vagon. Na, van 1000 pénzem, megnézhetnénk, hogy mit tudunk fejleszteni, de azt hiszem 1500 kell. Ha jól emlékszem... Igen, most mindenképpen arra kell mennünk, hogy ez meglegyen, ez 1500. Már megyek is oda. 150 pénz, 150 pénz. Ó. Oh. Hát ugye amúgy ezt nem is kell annyira lassan csinálni, mint ahogy én csináltam. Az a jó, hogy igazából a teljesség igénye nélkül lehet ez, tehát hogy itt kicsit foltos, ott kicsit foltos, nem baj, jó lesz. Ez úgyis újra koszos lesz, úgyhogy minek nagyon szarozni vele. Jó, még zöldbe van a nyomás.
Jó, most jelenleg fueling és repairing van, tehát azzal nem kell foglalkoznom, mert most reggel van, és két emberem dolgozik. Ebbe volt egy zongora. Biztos, hogy megszerelem gyorsan a maga kocsiját is, jó? Ez egy intermediate zár. Na, azért az meg. 16 dollár volt a bátyjánál. Igen, igen, az ilyen teljesen kazuál módon azt a zongorát, ezt is zsebre vágtuk. Amúgy szerintem be kellene állni ide, és csak ezzel foglalkozni, ez csinálja a legtöbb pénzt. Tehát 10 autó, és az egy instant upgrade. Jó, viszont nem dobhatom a tengerbe. De... Oké. Akkor nem csak látható szemét van benne, nem így... Várjál, és ezt így nem láthatom valamivel? Most kajak így kell keresgélnem? Nincs legugolás, mondjuk nem akarom belerakni a fejemet ebbe. De hogy így hogy tudom azt, hogy akkor hol van szemét? Na jó. Vagy nem tudom. Csak mert nem ment maxra ott a pressure szint. Sokat segítene, ha nem állnál a kocsid mellett. Nyugi, nem fogok vele elmenni. Jó, 1600-an van, még várunk egy kicsit, és akkor utána megvesszük a fejlesztést. Mert besegítek itt a útnál. Ennyi? Egy darab fagyit vettél 10 dollárért? Egy 62? De miért nem vásároltok rendesen? Mármint, hogy... Na, így, ahogy a rendőr bácsi. Vesz mindenfélt 23 dodóért. Jó, ott megy a fueling, akkor én mehetek kocsit mosni. 1700, az már jó. Nem merek mindent elkölteni, mert ha mindent elköltök, akkor nem fogom tudni kifizetni az embereimet, és akkor az nem jó. Mennyibe kerülhet vajon a kocsi mosónak az upgrade-je? Mert azt kell csinálnunk, hogyha megvan a nagy fejlesztés, akkor utána az első, amit megveszünk, az lesz, hogy a car wash automatikus legyen, és onnantól kezdve megvan a végtelen pénz. 500 vagy 1000 körül? Oké. Akkor mondjuk csináljuk 2000, vagy mi az? 2005-ig a pénzgyűjtést.
Komolyan ennyiről mellé tudtam dobni. Jó, hallom, megy a tankolás, repairing, fueling. Menjünk lopni egy kört. Hát kosarazni is kell, most még 16%-on van, vagy 16-on van, az még azért annyira nem vészes. Old house fotó. $7. Na, hát azt igazán beadhattad volna. Szépen tankol. Ott a mosó. Már jövök is, jövök is. Cápa támadás régen volt. Hát nem tudom happy finish, vagy meglátjuk, hogy ebbe hogy van összerakva. Az biztos, hogy lassan majd vennem is kell cuccokat, mármint így utánpótlást. Super! Hello, micsoda dekoltázsod van, mama! Jó napot kívánok! Na nézzük, miket vettél. You too. Milyen segge is van. Érdekes, hogy nem a gyúrós loli állt mögötte. Na, szívesen. Tuti push up. Egyértelmű. 2300, akkor ezt most megcsinálom. És akkor meg is vagyunk. Szerintem csökkent a nyomás, mert ilyen csíkot hagy. Amit nem kellene neki. Lehet, hogy csak messzebbről kell sprickolnom. Köszi. Na, mehetünk. 2548-unk van. És hogyha nagyon nagy szerencsém van, akkor csak 500 a fejlesztés. Na, azt mondja, hogy upgrade. Ezt megcsináljuk 1500-ért. Additional quest progress needed. Ó. Aha. Boats fueled. Oké, tehát akkor most kell nekünk azt a challenge-et meg kell csinálni. Tehát addig nem fogom tudni megvenni, akkor addig még szerezzünk pénzt. Én lehet, hogy akkor most nem vásárolok semmit, max benyát, mert abból 150 liter van már csak. Services. Delivery fuel. Ja, 500-at mennyiért hoz? 1125-ért. De annyi kelleni is fog amúgy. Mert még 12 hajót kell megtankolnunk a challenge-hez. Addig az automosó bőven visszatermeli egyébként azt az értéket. Mondjuk úgy nem, hogyha nem vagyok ott, de mindegy.
Igen, régen azt hiszem volt egy első upgrade, amikor még nem vált automatává a kocsimosó, csak annyi történt, hogy a... Várjál, ott az első upgrade-nél mi volt? Ja, hogy gomnyomásra tudtál nyomást növelni. Lehet, hogy itt is az lesz. Hogyha ezt az upgrade-et megcsinálom, akkor lehet, hogy még csak azt kapom meg, hogy ezt a szart, ezt nem kell nekem manuálisan ürítenem, hanem így rányomok egy gombra, és mondjuk kiüríti. Most hogy állunk? Még mindig éppen, hogy zöldbe van. Valaki elhagyott egy banánt a budiba. Hát azért... Na várjál, ez új. Itt hova szarsz? Hallod, vettem egy budit, amiben nincsen budi. A sarokba? Vagy lehet, hogy abba a kicsi tálba? Azt hinnéd, hogy az a WC kefének... Nem, ott abba kell bele. Az uany az nem itt van. Bazeg! Az uany az itt van mellette. Na hát... Igen. Mondjuk legalább van egy talicska is. Mondjuk abba akkor már kakilhatsz. Vagy az a cica WC. Engem az a másik lehetőség. Én egyszer találkoztam ilyen rágugolós lyuk fölött görnyedjél. Azt hiszem, nem is tudom, Olaszország fele menet az egyik autópálya melletti benzinkútnál talán. Ott mennek ezek nagyot. Oké, cash regiszternél dolgozik jelenleg a csaj. Mondjuk annyira nem. A benzint megrendeltem, megjött, ezt mindjárt átvesszük. Hallod? Senki nem tankolja a hajókat. Tehát ezért nincsen meg ez a challenge. Akkor lehet, hogy nekem kell oda beállni. Hát baloldalt igen, hosszú a feladatlista, mert nem foglalkozott vele most senki. Most ugye egy emberem dolgozik, a csaj, a cash regiszternél, aki egyébként szerintem nem is áll ott, de mindegy. És ez a világ legidegesítőbb létrája. De dolgozik. Bár ahogy megjött a főnök, elszaladt. Szlovéniában szinte csak olyan van benzin. Kutatom, hogy mindig örülök, nem, hogy olyankor csak egyes számú dolgom van. Igen, azért az vad, ráadásul, amikor egy ilyen zuhanytálca van alattad, és abban van egy lyuk, és a fölött kell úgy googolnod, hogy így pont beletalálj, azért úgy vad. Itt abban van kihívás. Jó, még 10 hajót kell megtankolni, akkor kész a challenge, és utána fogok tudni fejleszteni. Azok a vécék nagyon nem kényelmesek. Péter, ráülsz arra? Ja, na várjál, én arra nem gondoltam, Nokedli, hogy azt úgy is lehet, hogy ez igazából csak azért van, hogy a földön ülj. Ó, tehát ott nem guggolni kell, hanem ott leülni a földre arra a lyukra? Na úgy mondjuk nem próbáltam. Köszi.
Rádokkolsz a lyukra. Igen, igen, igen. Lehet, hogy Nokedli így tolja. Úgy mondjuk egészen más. Én Franciaországban Expo területén találkoztam ezzel, hogy egy lyuk volt csak. Aha. Jó, nekem az kell, hogy ebből minél több jöjjön folyamatosan. Off. Akkor ezért mérges rám az a vulkán. Az ott nem tűnik gusztának. Villog az a tábla? Majd mindjárt megnézzük. Én nem figyeltem föl rá, de ez nem jelent semmit. Meg igazából nem tudom, hogy mi értelme van, mert hogyha valaki van ott, és kell menni tankolni, akkor ugye bal oldalt ki is írja. Már sárgába vagyunk. Sárgába vagyunk, de fizikailag nem látok egy zsákot se. Hopp! Ó! Oh. Ez ilyen, ilyen tűt a szénakazalba. Az a baj, hogyha egy nyomott shiftet, itt nem változik. Jó, mondjuk zöldbe van, akkor szarunk rá. Hát, hogyha követjük azt, hogy hogy volt az előző, akkor lehet, hogy tényleg az lesz, hogy az elsővel még nem lesz automata. De nem baj, mert igazából, ha már meg tudnám venni a negyedik emberünket, akkor szépen beállítom, hogy nekem csak ezzel kelljen foglalkozni, mert akkor a 2-2-be elviszik a cash register tankolás és takarítás és garázs. Az úgy szerintem jó lesz. Éjszaka? Ja, éjszaka van, azért vagyok ilyenkor most magamba. Jó, akkor... Bazzik, nem tankolja senki a hajókat. Tehát, hogy... Hát nem, ez most is villog. Ha erre gondoltál. Az most is villogott. Ha csak nem máshogy villog, amikor vannak ott.
Most ezt túldobtam. Jó, ezt egy picit túldobtam. Egyébként nem lett volna rossz gondolat. Az a baj, hogy hallom, hogy megjött a hajó tankolása, csak ez több pénz. Mondjuk az is igaz, hogy ezzel viszont nem haladok tovább a questtel, de nem baj. Most mi a fontosabb nekünk? Ezt a csodálatos kis polszkit lemosni, hogy boldog kis autó legyen. Hát mi van, alvázmosást is kérsz? Kösz. Hát ezért a 150-ért most megdolgoztam rendesen. Thanks a bunch. Baszik, mindent én csináljak? Nagyon kell az a negyedik ember. Oké. Okay. Max kocsit, nem, max hajót tankolunk. Jó, nyugtassuk le a vulkánt, jó? Mert azt el fogom felejteni, és megint túl későn megyünk oda. Nyugtassuk meg a vulkán bácsit, dobáljunk neki kókuszt. Áldozati kókusz a kékből. Az sok. Az még több. Az még több. Hallod, nem tudok dobni. De ez jó volt most. Az kevés. De gyűlöllek, bassz meg. Really? Ah, nem már. Vagy túl nagy, vagy túl kicsi. Ettől nem a vulkán lesz ideges, bazd meg, hanem én. De a 60-nal most meg mi a picsa bajod volt? Tegnap még jó volt a 60. Ó, Istenem. Mondani kell előtte, hogy Kobi! Jó lesz az új bazmeg. De legalább lehetne máshogy, nem tudom. Valami hasznosabbal. Én mondtam, hogy mire meg lesz egyébként a 30 hajó tankolás, addigra visszajön a pénz. Kukászsákat nem lehet-e égetni? Hát nem tudom. Még bőven zöldbe vagyunk. Igen, most van nálam egyébként egy-két item, azt megpróbálhatjuk, hogy azok közül föl lehet-e valamit áldozni itt az oltárnál. Nézzük meg. A fán nem tudok keresztül menni, de a láván igen. Na, nézzük csak. Fire Commander poster. 3-ra lement.
Hát most a háromnál nem fogunk lejjebb menni. Akkor a vulkánt úgy kell megnyugtatni, hogy lopok. Igazából ez azért sok mindent elárul a vulkánunkról, nem? Csak mondom. Mivel lehet őt kiengesztelni? Ha lopott cuccokat kezdek el rásózni. Hát ez nem rólam. Figyelj, én kényszerből csinálom csak ezt. Tehát én tehetném, nem tenném. De teszem. Mert tennem kell. De nem kívánságműsor. Érted? Csimicsangának az a jó, hogyha ha én lopós vagyok. Lehet, hogy innen most én el sem mozdulok innen, jó? Ha jön hajó, én megtankolom. Én nem leszek rest, én megtankolom. Ezt haladjunk a questtel. Nem, megyünk anyámékhoz, Martin. Találni ünneplős ebéd. Úgyhogy gyorsan telezabálom magam csokival. Komoly. Nyugi, bemosok a küszöb alá is, főnök. Nyugi. Falcokat kitörlöm. Úgy is van. Tökéletes. Igen, én abszolút a körülmények áldozata vagyok. Háromezer-kétszáz. Jó, hát valószínűleg akkor mire meg lesz ez a 5, még ezen kívül 4, addigra lehet, hogy akkor viszont szerzünk annyi pénzt, hogy több upgrade-et is meg fogunk tudni venni. Ez egy nagyobb ugrás lesz akkor. Mindig a körülmények áldozata vagyok? Hát látod? Hát mondom, én nem tudok róla. Fuelingot megy, ott a kárvas. Ezt azért szeretjük mondani többen is, nem? Hát én mindig a körülmények áldozata vagyok. Szar a játék? De látod, ez van. Nem tudok ellene mit tenni. Megjött a hajó tankolásra, hallom. Nem akartam bezárni? Ebédszünet, pihamész visszamelózni. Nézd meg, szombat van és ez a fiú dolgozik, ahelyett, hogy streamelne. És szórakozna. Gyere már ide! Tegnap is ez volt és holnap is ez lesz. Hát, üdv a dolgozó emberek között, Martin! Most így hébe-hóba dolgozgatsz, azt most egyszer kiemeled, hogy jaj, három napig kellett dolgozni, hát más hétfőtől péntekig veri az asztalt.
Meg a billentyűzetet. Így van, Martin. Veled ellentétben többen dolgozunk. Pontosan. Most én tudom, hogy hova menjek. Inkább jövök ide, mert még kell 3 darab hajó. Ott is jön, ott is jön. Customer at car wash, car wash. Már mehet is, uram. Addig én meg megyek mosni. Na jó, ez szerintem nem jó. Nem jobb, hogyha alternatív útvonalat keresek egyébként az átkelésre. Tessék ezt ilyen tessék-lássék módjára leolvasok, majd nézzük, hogy mennyire lesz elégedett a bátyja. Kicsit megköpködjük még. Aha, azért ennyire. Ennyire nem lehet hanyagnak lenni. Szevasz, Suzi! Nem jött cucc a héten. Jövő hét? Aha, aha, jó, akkor, hát akkor majd úgy készülök, hogyha jövő héten, hogyha mondjuk hétfő, kedden, nem mondjuk nem, hogyha hétfő, hát... Mondjuk, hogyha hétfőn megjön, akkor talán... Hát mondjuk pénteken lehet, hogy lesz belőle már videó, mert én szerdán fölveszem, és na, kb. Akkor péntekre ki tud kerülni. Ja, mert aki nem tudná, Suzi felbuzdulván a Mystery Boxoknak a fantasztikus ötletén csinált nekem egyedi Mystery Boxot, és mondta, hogy azt majd elküldi, úgyhogy azt is majd ugyanúgy, mint a előző kettőt, azt majd ki fogom nyitni, és akkor felkerül videóba. A munkásosztály kimaxolása. Az a baj, hogy azzal nem tudunk haladni a fejlesztések előtt. Na, elméletileg megjött az utcsóhajó, és akkor most tudunk majd fejleszteni. Ami egy jecki. Na, task completed. Most mindenből egyébként még többet kell, 50-et. Na de, most már ott is van. Most már 2 beállós lehet a tankolás a kocsiknál. Igen, de nem ez volt nekünk a legfontosabb, hanem az, hogy a car wash át increases pump durability. Francba. Tehát az még akkor tényleg nem lett automata. Az majd valószínűleg... Oh, ne! Ja, de lehet, hogy itt lesz az. De még itt is van car wash. Meg itt is van car wash. Anyám, akkor az még lehet, hogy messze van, hogy az automata legyen. Warehouse workshop, car wash, toilet, surfing. Jöjjön a toalett, az ócsó. Rákerült egy WC deszka! Ezt a mindenit! Most már WC deszkásba pottyantóznak. És jöhet a surfing level 2, plusz egy equipment slot és 4 storage slot.
Most azt fogják összefosni, igen. Jó, hát akkor mindegy. Car wash az 1000, a workshop az 750, és 1000 a warehouse. Inventory és fuel capacity, és most már lesz battery exchange is. Hát akkor ehelyett inkább rendeljünk most valamit. Rendelünk mindenből, ami zöld. Talán annyi pénzem lesz. Ez eddig 584 pénz. Fagylalt. Jó, scuba diving equipment mindenképpen kell. Hú, bazd meg, várjál, ezek drágák. Ez már 955. 1149. Újságból nem kell sok. Viszont a surf az kell. 1378. Na várjál, akkor valamiből vegyünk le. Instock 16, akkor ezt leszedem. 1275. Na, ez most egy big rendelés. Very big. Igaz, a K, izében még mindig nem vettem. Igen, és megnézzük az alkalmazottat is, hogy meg tudjuk venni a negyediket. Az biztos, hogy 500-nál több pénz kell hozzá. Mire megjön szerintem a rendelés, kipakolok, addigra szerintem meg lesz az 500 pénz, ami legalább 500, de szerintem inkább már lehet, hogy 1000 lesz. És akkor fölvesszük a negyedik embert, és akkor átállítjuk, majd ahogy mondjátok a... Jó, még zöldbe van. Box tartalma személyre szabott, minden darab köthető lesz Avithoz, lesz benne vicces, troll, szép, cuki és hasznos. Személyiség és preferencia alapján. Figyelj, ezt havi rendszerességgel megcsináljuk, Suzi, én kifizetem neked. De ez akkor így jó is lenne. És a havi egy videó az mindenféleképpen tőled egy cucc. És majd akkor ezzel bepromózzuk Suzinál egy extra lehetőség lesz, hogy a tier 2-es és 3-as szubok azok rendelhetnek Suzitól ilyen dolgokat. Hát jó, attól még, hogy szívesen csinálod, azért neked ez pénzbe kerül. Én tök szívesen kifizetem neked havonta, ahogyha csinálsz ilyen boxot, mert nyilván én nem fogom tudni, hogy mi van benne. Egészen addig mondjam, ki nem nyitom. 30 ezer volt? Hülye vagy, azt én kifizetem neked, ne basszál már fel, hogy 30k-ért rendeltél nekem cuccot. Azt a rohadt. Jó, aztán megbeszéljük. Vagy kifizetem, vagy ledolgozom. Bazd meg, annyi mindent rendeltem. Drága vagy, Muci, neked olcsón nem lehet csomagot küldeni. Ha, miért? Én vagyok drága, aki minden szarnak örül? Miről beszélsz?
minőségi vagy. Na ez már sokkal jobban tetszik ez a hozzáállás. Na, ez jobb megfogalmazás. Na, pakoljunk ki. Scuba divereknek beadjuk az eszközöket. Hát 6-ot rendeltem, de 8-at lehetett volna. Úgyhogy ebből egy kicsit kevés lett. Na mindegy. Huha! Cápa! Cápa támadás! Megyek a kézi ágyúmmal cápát ölni. Ott van King of the Sea. Gyorsan még mielőtt megeszi a úszkálóimat. Igen, ilyenkor jön egy megalodon, és azt meg kell ölni. Különben a szörfözőimet, meg a... mi az a scuba divereket, az nem is üteszem, mert most a magyarul a szó. Megeszi. Durva unboxing lesz a 30k értékű hűtőmágnes. Hát figyelj most, hogyha az értéket nézzük, az első unboxingos videó azzal a 80 darab szarral, mert az konkrétan 80 darab használtatlan hulladék volt, az volt 16 ezer forint. Búvár, kösz! Az volt 16 ezer forintos doboz. A másik, az anime unboxing, ami sokkal kisebb volt, ugye az a frissebb videó, az volt 50 font plusz 10 ezer vám. De a hatványozottan jobb volt nyilván, mint az előtte lévő 80 itemes. Plusz 10 vám. Ja. Mind a kettő tetszett. Jó, hát figyelj, az animés az nyilván azért tetszett nekem is, mert az faszal. Tehát abba jó cuccok voltak. Ugye a Nepiec, most már tudjuk, hogy van ilyen sorozat is, hogy Nepiec, tehát az így nagyot ment. Valaki most húzta le a budit, mert az gusztustalan volt. A másikon meg azzal szórakoztunk jót, mert az meg borzasztóan rossz volt. De hallod, hogy lehet így normálisan keresni? Á? Itt túrok itt a szarba, de hát nem találok semmit. Igen, én meg abba úszok. Jó, van 900-am, nézzük, hogy mennyibe kerül a employee houses, 600. Na megvan a negyedik emberünk, ez nagyon fontos, a következő 700 lesz. Várjál, azt most még nem is tudom megnézni. Na! Jó, csak vegyünk föl egyet. Úristen, ennek mindene ötös. Ő kell. Na figyeljetek, segítsetek akkor nekem. Tehát lesz egy day-night és day-night. Repair cash handle. A repair-t kellene összerakni, az a gond, hogyha a tankolással rakom össze, akkor az lehet, hogy a hajóhoz is hátra megy, az kurva messze van.
De nincsen... Ja, fuel cars, fuel boat. Oké. Okay. Repair és fuel car, oké. Okay. És a másik kettő, az pedig akkor... fuel boat és cash és handle register? Day, night, fuel boat, handle register. Az ikás fenyőfa. Ikás fenyőfa volt a bazán boxingba. Meg kell nézni, hogy működik a hajótankolás. Jó, hát most nappal van, most elméletileg fuel boat és register, repair car és fuel car. A kombináció. És figyeljetek akkor, ami nekünk jelenleg kimarad, az csak a takarítás. De hát még vehetek föl csomó embert, akkor igazából... akkor jók leszünk. Takarítás plusz kocsimosás. A kocsimosásra nem lehet berakni embert. Kárvas az szerintem nem volt ott a felsorolásba. Le van húzva az ablak, more, egy kicsit befújok oda is, jó? Tessék, ha már ilyen hülye voltál, hogy így álltál be, akkor szopjál. Ja, csak tevékenységre mondod. Igen. Jöhet ide, ugye azért nem lehet beállítani senkit, mert ez majd automata lesz. Az meg akkor gondolom megkavarná. Gyönyörű vagy. Csodálatosan szép vagy. Jó, pakoljunk ki a boltba, de szerintem autó alkatrészt azt nem vettem. Csak a boltba vásároltunk mindent. Szép, van mindenből elég. Fontos szerintetek az, hogy változatos cuccokat rakjak ki? Vagy elég csak az, hogy megelégednek azzal, hogy tele van? Többet vesznek, ha több dolog van. Aha. Jó, tehát akkor nem feltétlen jó az a megoldás, hogy mindig csak az elsőre rákattintok, hogy put out max, hanem akkor kellene, valószínűleg akkor több, hát hogy úgy kéne csinálni, hogy több szekrény legyen, vagy a nagyobb szekrény. Most már egész sok mindent tudok kipakolni. Ja, végeztünk? Én nagyon lelkes voltam. Aha, tehát hogyha több féle terméken van, akkor több darabot vesznek. Oké. Okay. Nem akarnak olyanok jönni, aminek van csomagtartója? A vulkán rage mitől függ? Na, ez egy jó kérdés. Ha például szemetelek az óceánba, azt nem szereti a vulkán, attól fixen följebb megy. Emberáldozatnál följebb megy, tehát hogyha valami ostoba dolog miatt meghalnak. Figyelj, megy a tankolás. Tehát csinálja.
Mindig úgy pakoltál, hogy legyen kint mindenből. Ja, oké. Okay. És miért 1/50 a boat fuel? Ó, lehet, hogy erre mondtad, hogy bagos, hogy nem adja be? Láttál streamet, ahol nem tankolt, csak ott állt? Most nálunk tankolt, csak nem biztos, hogy számolta. Car wash egy ezres. Nem, most ezzel várhatunk, mert ez... ennek addigra kell meglennie, mire a challenge végigmegy, mert csak utána tudok gestation-ön növelni. Most ugye már megnyílt a pneumatic hammer és az airbrush. Figyelj, soft drinkes, snackes, alkoholos, cigis, fagyisom van. Carker és newspaper van. Itt ugye meg lehetne venni a sapkát, meg a szemüveget, meg egy teddy bear-t. Na merjél, akkor vegyük ezeket. Sapka állvány. Hú, bazd meg, a szemüveg állvány 349. Merjél, akkor már inkább megpróbálok egy házat venni még. You need to upgrade the station. Jó, tehát jelenleg négy emberem lehet csak. Akkor nézzük az other features-t. Oké, vehetek még egy parking lotot. Vegyük meg azt. Több autó, több ember. Oké, az még lokkolva van. A második, egy második tőtikézős állomás jöhet. A harmadikban van még újabb hajóbeálló. Not enough money. Szabolcs, köszi szépen a YouTube-os feliratkozást. Köszi, köszi. Akkor most rámegyünk ezekre. Mert itt, hogyha több épület is bejön, többet tudok lopni. De lehet, hogy nekem kettő dolgot kéne csinálni. Kocsit mosni és lopni. Több kirabolni való, pontosan. A garázsos csávónak egyébként nincsen lehetősége javítani, mert nincs alkatrész szerintem. Azt is fel tudod törni előtte? Jó. Igaz végül is. $5. Oké, ott valamiért dugó van. Ugye rendet kell rakni, szerintem valaki beszorult. Jövök, rendet rakok. Nyugalom. Te mit csinálsz itt? Mi volt az ott? Az a dudálhat, az már nem érdekel ott senkit. Még jó, hogy nem találtam el ezzel a vulkáni törmelékkel senkit. Szerintem rendeljünk egy kukást, mert azt már rég rendeltem. Várjál, már van wallpainter. Order a paint truck to come and refresh your station paint. Ja, de hát az még csak úgy refreshelni, az úgy nem jó. Nekem még nincs lefestve, tehát nincs mit refreshelni. Aha, és az ott?
Jó, jön. Oké, az még nem ragad be. Hallod, mindenhol állnak. Fuel, kétszer. Ki tankol? Cash register és... Aha, senki nem tankol jelenleg. Valószínűleg Warrior igazad lesz, hogy utána ilyen secondary jobokat már nem állítunk be. Tehát amikor már lesz elég, akkor szerintem, tehát hogy sokat fognak jönni. Tehát hogy én azt tudom kb. Elképzelni, hogy kettő kutas, tehát hogy a kutas mondjuk takaríthat másodlagosan. A hajós az takaríthat másodlagosan. A kasszás takaríthat másodlagosan, és a garázsos ember takaríthat másodlagosan. Én inkább ilyesmit tudok elképzelni. Mert az, hogyha mindenkinek... A customer died. Tehát, hogyha mindenkinek a másodlagos a takarítás, az úgy szerintem jó. Törjük fel a zsarukocsit? Nem, nem, pont elment. Incroyable! Hirtelen lett 1200-unk megint. Akkor mehet a fejlesztés. Upgrade, nem upgrade. Hol volt? Features, other. Oké, a benzinkút megvolt. Jöhet a másodlagos hajó. És a party busz meg megvan, de hát az be van bugolva a picsába folyamatosan, úgyhogy azzal nincs mit tenni. Jó, akkor itt végeztünk. Az odőrbe. Shelves. És akkor itt meg ott tartottunk, hogy ki kellene raknom a nálam lévő polcokat, ami igazából egy darab a sapkás póc. De sapkát meg még nem rendeltem. Mennyi benyám van? 129 liter, akkor majd azt kell rendelni. How much do I owe you? Kéne még ételitalpolc? Hát lehet. Először mindenből akarok egyet venni, és akkor utána lehet majd a következő. Van cuccom hozzá persze, de nem baj, hogyha nem tudok mindent kirakni rögtön, hanem van egy kis tartalék. Ja, ez így nem jó. Hogyan lehetne... Ilyen négy emberem van, ami azt jelenti, hogy kettő dolgot tudok lefedni teljesen. Ha mindenkinek a másodlagos a takarítás. Lehet, hogy egy olyan ember kéne, aki car és boat fueling. Car és boat fueling. Car Repair... Mondjuk a Car Repair jelenleg ugye nem csinál semmit igazából, amíg nincsen hozzá cucc.
Nem tudom, négy embert ti hogy raknátok össze? Mert ez jelenleg így annyira nem működik szerintem. Vagy lehet, hogy működik, csak nekem nem tűnik úgy. Ne, hát persze, az ott várja, de nem is beragad szerintem. Mert elküldi, látod? Tehát fölemeli, elküldi, csak legfeljebb nem termel pénzt. Mert nincsen semmije. Jelenleg, amíg nincs semmije, mondjuk azt amúgy ki is lehetne kapcsolni. Vagy rendelni hozzá cuccot. Ez 549, ha mindenből rendeltem 5-öt. Mindenből rendelek 6-ot, az 660. Van. 880, akkor még mehet. Hát igen, régen, tehát hogy a kerék, az durván fogyó eszköz. Jó, ha mindenből 10-et rendelek, az 1100, az jó. Akkor ezzel aztán el lesznek. Az a baj, hogy nem minden zöld volt, és ezt megbeszéltük, hogy igazából az lenne jó, hogy csak zöldet rendelnék. Ami árfolyamilag megéri. Na mindegy, szerintem jelenleg nem jól működik a dolog. Az meg can't do that right now, tehát jön valaki. Igen, a benzin is el fog fogyni mindjárt. 37 liter van. A jetski az sokat szokott tankoltatni amúgy. Van 500-am, akkor azért rendelünk benyát. You can't do that right now. De akkor faszé nem jön ide? Ha elfogy minden, akkor az azt jelenti, hogy pereg az üzlet. Amúgy abszolút pereg, tehát hogy folyamatosan megy minden, csak ezek szerint több kellene mindenből. Na, mesterlok. Hoppá! Megvan. Nem volt benne semmi. $4. Adjunk kicsit a vulkánnak. Basszam föl magam. Dobáljunk. $163. Ja, odaadunk neki szerintem cuccokat, most nem az lesz, hogy dobálok akkor. Na nézzük, adjunk neki egy órát. 39... Kassa plusz takarítás, kocsi tankolás takarítás, amire fixen kell ember. Oké. Na nézzük. Tehát akkor azt mondod, hogy
kassa, takarítás, kassa, takarítás, és azt mondod, hogy kocsi, tankolás, takarítás. Jó. Azt mondja, fuel cars, takarítás, fuel cars, takarítás. Oké. Okay. De várjál, nem jó, mert akkor nincs garázs. Az a baj, hogy akkor nincsen garázsom. És azt nem akarom csinálni. Figyelj, a kocsikat, meg a hajókat, azokat lehet, hogy akkor tankolom én. Mert az a baj, hogy a repair car a sokáig tart. Jó. De nézzük meg így, így elméletileg rendés tisztaság lesz. Most valaki fuelezik, de akkor a fuelezik... Ja, azt ki kell szednem nekem előtte. Visszanézted? Jó van. Így van, nem kell dobálózni, csak mindig, mondom, lopott áruval kell kereskedni. Ez egy ilyen kleptomán hegy. Igen, hogyha a tankolást én csinálom. Hát mindenképpen kell még ember, ez akkor lesz jó. Tudod, az a baj, hogy így akkor én most csinálom ezt, csak a legdrágább dologgal nem tudok foglalkozni, a kocsimosással. Az hozza a legtöbb pénzt. És azt ugye nem csinálják meg ők. Tehát ezt mindenképpen nekem kell. Következő embernek meg csak szerelnie kellene. Hát ja, lehet, hogy úgy kellene csinálni. Csak a következő, tehát a következő ember az most még messze van. Tehát az még odébb van. Mert ahhoz előtte több, tehát az achievementet is végig kell tolni. A takarítás be van kapcsolva, úgyhogy elméletileg nekem nem kellene ezzel baszakodnom. Még nincs ember, zárt be a szervizt. Az a baj, hogy nem tudom teljesen bezárni a szervizt, mert Cars Repaired, tehát a challengehez is kell 30 autójavítás, és amíg az a challenge nincs meg, addig nem is lesz új ember. Ott most mi történik? Ez cleaning akar lenni? Csak már így nem nagyon csinálsz semmit.
És én ezért fizetek neki. Érdekes. És milyen hatalmas elánnal megy el. Próbáljuk meg azt, hogy mindenhol legyen ember csak nappal. És éjszakára bezárok. Az milyen lenne? Ez csak egy ilyen nappali benzinkút. Éjjel mindig bezárnék. Tehát amint elmennek aludni az emberek, én bezárok. Amúgy? Estére meg lezárod csak a dolgokat, nem bezársz, és akkor tudsz kocsit mosni. Adom. Na. Tehát. Nappal. Register. És nincs secondary. Nappal. Fuel cars. Nincs secondary. Repair cars. Nincs secondary. És fuel boats, nincs secondary. Tehát csak a cleaning the station. Tehát nekem csak takarítani kell. Az oké, takarítani és kocsit mosni. Éjjel meg nem történik semmi. Azért megpróbáltam hátra feltolk venni még egyet. Meg dobálni kókusz. Hát nem azt, meg lopni. Ja, itt vagy akkor semmi. Na további szép napot. Mentem megpaskolni és inni néző itali lesz. Ha unatkozol, amit várlak téged is este egy italra szívesen. Megint mentek a vaultba? Csak akkor, hogyha viszel magaddal pina meg ilyen faszízű chipset. És hatalmas dekoltással mész, akkor megyek, de fotózni csak. Literem van. Rendelnem kéne 460-ért. Product az most nem kell. Landmark és a decoration az még bőven ráér. A szemüveges standot nem vettem meg legutóbb, meg a teddy bear standot se. Sajna elfogyott? Az nem jó. Valaki cash regiszterbe van nekem, de nem annyira látom. És áll a sor. Ezért fizetek? Amúgy jelenleg semmi nem működik, várjál. Mi a fasz van? You can't use that right now. Jó, én kivárom egyébként, amíg beindul ez a dolog, de nem tudom, hogy most mi történik. Konkrétan sehol nincsen senki. Dél van! Érdemű, ebédszünet van? No equipment for surfing.
Repair inkább. Az a baj, hogy szerintem átállítottam őket, és ez ettől megzavarodtak. Nem, ott van, hogy primary job, auto payment. Pedig dolgozik, azt mondja, a cash regiszternél. Ti látjátok? Mert én nem, bazd meg, de megy föl a pénze. Fotónál jobb fent. Ez nem tudom mi. I'm busy right now, sorry. I'm busy right now, sorry. Szerintem pihennek, az van. Ki kell baszni az összeset és újakat fölvenni. Öten állnak a cash regiszterbe is. Jó van, srácok, ne aggódjatok, én tökre örülök neki, hogy azért fizetek nektek, hogy az íg egyet a világon semmit nem csináltok. Lehet, hogy kellene egy ilyen munkavállalói gárda lecserélése, nem? Hop-hop! Már csipog is, hallom. Na mi van, meghallottad, hogy ki leszel baffva? Rendőrbácsi? Aki maga alá szart, menjen onnan. Oké, ezt is kéne csinálnia valakinek. Az a baj, hogy most el vannak csúszva. Én tudom, hogy mi lesz most a megoldás, srácok. Szerzünk pénzt, kibaszok mindenkit, és fölveszek újakat. Jó, mert ugye eddig day and night shiftbe dolgoztak, és most tehát hogy mindenkinek ugyanakkor kéne dolgoznia, viszont most most nem dolgoznak ugyanakkor. Vagy várjunk egy, na, tudod mit, adok nekik egy esélyt, megvárunk egy ilyen napi cycle-t, mert lehet, hogy akkor fölélednek majd a következő nap. Így van, így van. Hát ez nem a szeretetről szól, ez egy komoly munkahely. Komoly helyszíneket mutatok nektek. Kettő azért pihen, mert éjszakai műszakból váltottam át őket nappaliba, de lehet, hogy ha most megvárok egy teljes kört, ugye eltelik a nappali műszak, a nappali műszakosok is elmennek aludni este, és akkor egyszerre kelnek föl majd reggel. Tehát akkor lehet, hogy nem kell kibaszni őket. Ha minden jól alakul, akkor holnaptól már jól fog működni a dolog, és tényleg lehet az, hogy én csak a takarítással és a takarítással, kocsimosással és a lopással foglalkozom. Nyomj rá a prémiumra? Dehogy fizetek nekik prémiumot, ne szórakozzál már. Hát azt majd akkor, hogyha esetleg magas szintűek már. Ilyen cross-job training, vagy on-the-job traininget azt majd így szervezek nekik, és akkor lehet, hogy ha vetésforgóba dolgoznak, akkor mindegyiknek más skillja fog nőni. És mondjuk nem az lesz, hogy lesz egy mestertankoló, hanem a mestertankoló az tökéletesen tud mondjuk kocsit is szerelni. Biztosítok neki egy nagyobb karrierutat így a jövőre nézve. Tehát, hogy nem egy területen fog specializálódni, hanem mindenhol nagyon jók lesznek. Ezt a napot kell kibírni. Éjszakára amúgy akkor lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy egy kicsit bezárunk, mert most akkor lesz pénzem. És megnézhetjük amúgy, hogy milyen a festés a játékban. Csak előtte meg kell vennem a pneumatic hammert, meg a festékszórót.
Nyisd a HR-es hozzáállást, ezt tanultad valahol? Látod? Ragad rám. Ugye jelenleg például nem üzemel a kocsijavító, tehát nincsen hozzá alkatrészem, bár elméletileg van, csak nem pakoltam ki, ugye? Igen. Gratulálok, Avid. Nem volt bateri? Ez hova megy? Fát se tudja már. Jövök bütykölni. Nem vettem meg? Mondom, bazd meg, ez sose nyílik ki. Följebb. Ahogy. Mi jött egy újabb? Jó az irány, jó az irány. Ne hagyd élni. Ott beadta. Nagyon jó. Lake painting. Na, akkor van cuccunk. Jó, na most vagyunk, most leszünk bajba, mert tudod mit? Nem leszünk bajba, mert én ezeket megtankolom. Ezeket megtankolom és bezárok. Fuel. Scuba. A shower toalett az maradhat. Work. Parking. Minden lezárva, Ricardoék addig gyakorolhatnak. Figyeljetek, mindenkit hazaküldök. Jöhetnek fürdeni, kakázni, és autót mosni. Mosatni. Előbb kaki, aztán fürdés? Hát figyelj, Púrmi, nem mindenki szarja le a bokáját egyébként, tehát hogy nem muszáj utána mindenkinek fürdeni. Hol szokott itt lenni a rejtett darabka? Jó, zöldben van, nem érdekel. De azok tankolni miért jöttek? Nem az volt, hogy én ezt bezártam? Ó, azt nem lehet, bazd meg.
Ja, mert hogy az maga a gas station. De várjál, ha ezt bezárom, attól még... Aha, tehát itt kell fönt bezárni, gondolom, a gas station részt. Nincs is semmi azon a polcon. The entire gas station is closed, most azt mondja. Akkor így nem jó. Tehát akkor így nincsen se kaki, se fürdés. Igen, így egyáltalán nem jönnek be. Ha meg azt kinyitom, akkor, akkor ez a rész, ez nem záródik be. Minden más le tudok zárni egyébként, tehát hogy azzal, azzal nem volt gond. Csak a tankolás nem. De nem baj, mert most pihenjék ki magukat. Most úgyis le van zárva a gas station. Hogy tudok bemenni building módba? Csak, a, csak akkor, ha van pneumatic hammer-öm? Mert paint rollerem van. Aha, tehát csak akkor, hogyha ezt megveszem. Oké, na nézzük. Ja, ez csak ennyi. Left mouse button, customize. Oké, okay, ezt nem tudom kosztüm... Op. Tehát például ezt tudom customizálni. Tudok belőle csinálni. Halloween. Halloween-i verziót. $5 per use. Hát mondjuk engem ez kevéssé érdekel. Tehát, hogy ezt én nem, ezt én egyelőre nem akarom. Halloween-esre lehet. Edit queue. Ja igen, itt be lehet állítani, hogy hogy álljanak itt sorba. Ez teljesen jó. Hoppá. Jó, pick up, edit queue. De maradhatott. És egyébként a rohadt rádiót nem lehet róla leverni. Door. Mondjuk ide csinálhatunk egy ajtót. Both sides. Igen, ide csinálhatunk egy ajtót, mert akkor itt közelebb van a kuka. Ez így nem rossz. Bejöhetnek két helyen. Cápa. Na szóval, tehát a pneumatic hammerrel szerintem ott már nem csinálunk mást. Mindenki kipihente magát, még van 6 órám az átalakításra. Az, hogy itt ki tudok jönni, az tök jó. Szerintem még megcsinálhatjuk azt is, hogy itt is ajtó legyen. Hogyha kell, akkor itt hátulról is ki lehessen jönni. Tök szuper. Bár itt egyelőre még nincs semmi. Jó. Mi az, amit még a hammerrel át lehet alakítani? Window, door, walls.
All Wood Halloween. Jó, hát ez akkor itt egyelőre így megáll. Padló minta. Ó, igazad van. Padló. Hát de ide nem ez illik a leginkább? Hát tengerparton vagyunk. Meg a tető is talán. A tető azt hiszem festhető volt, de mindjárt megnézzük. Jó, én ebben nem nyúlnék bele. Nem, a tetőt nem engedi. Padló minta megvan. Nem, tetőre nem lehet. Jó, festés. Anyád faszát, azt! Ne fessél semmit! Szálljál ki ebből! Nem is állítottam be színt, bazd meg. Hol kell színt állítani? Left shift for color. Wallpaper. Anyás, Xmas, Valentine. Hallod, valami giga durvá. Nem lehet így megnézni? Pont nem látjátok tőlem. Na nézzétek csak. Itt lehet ilyen wallpaper. F-fel tudod megszakítani? Igen, azt nem találtam meg azt a gombot, nem vettem észre. Lefessük egyébként körbe? Várjál, hogy lehetett úgy, hogy az egészet lefesse? És ne kelljen nekem egyesével? Arra volt valami módszer. Nem tudod? Ne baszd föl. Nyomd meg a T-t. If you go over the marker... Jó, ez nem segít. Csak azért, mert egyébként lefesteni, mondjuk azt megnézhetjük, hogy milyen mondjuk ez. Only interior gas station may have wallpaper. Na de várjál. Azt én értem, hogy csak azon lehet... Ne! Csak azon lehet wallpaper, de sima color se lehet kint. De, color lehet, csak wallpaper nem. És akkor a festékszóró pisztoly az nem azt segíti elő, hogy egyszerre tudjak egész belső teret lefesteni? Milyen színűn néz neki jól szerintetek kívülről a gas station? Jaj, az a matrica, az nem kell. Kéken? Komolyan? Tiki kék? Oké, tiki kék. Ez melyik a tiki kék? Az ez a hupi kék kék? Ez a tiki kék. Jól van. Figyeljétek, Mew azt kérte, hogy legyen tiki kék, most legyen tiki kék kívülről. És ezt most várjál. Ezt most egyesével végig kell nyomnom az egészet? Jó lesz a kék. Oké. Várjatok, mert 7 óra van. Na, 7 óra van. Employee. Register. Fuel. Repair. Fuel. Mindenki csak nappal fog dolgozni. Kinyitunk. És akkor festek tovább. Most hagyom őket dolgozni. Ja, ez nem a festős. Most hagyom őket dolgozni.
Ugye jó szín van kijelölve. Az a durva, hogy én egészen biztos, hogy nem festettem volna ezt kékre, de én valamennyire bízok Miucsiba. És a két másik emberem miért nem kezdett el dolgozni? Miért csak kettő dolgozik? Nem mindegyiknél az van beállítva, hogy nappal? Most elbizonytalanodtam. De, ott van egy day. Mi az, hogy következő nap fognak? Még egy napot ki kell bírnom izé nélkül? Jó, akkor most leszarom, mármint, hogy történjen, ami történni fog, de én ezt most végigfestem. Ez fehér, ez nem jó. De miért csak a következő nap? Hát mert az meg egy egész napot pihentek. Nem jó, ez megint fehér. Ezt most én nem értem. Na mindegy. Kivettek egy nap Szabit. Hát az meg végig pihente már az egész éjszakát. Na mindegy. Jó, hát legrosszabb esetben kirúgjuk az összeset, és fölveszünk újat. Nézzek, Andrew ott dolgozik a kasszába, mert Andrew tudja, hogy mi a tét. Ja, ez azért annyira nem volt szar. Jó, jó se volt. Na most mi fogod a fejed? Na azért ennyire nem volt szar. Gyaszatolomba, az meg hupi kékre ezt az egészet. Kifestek, és akkor újra töltöm a játékot. Lehet, hogy az lesz a gond. Mondjuk, amikor kimondtam a viccet, akkor a vulkán mérges lett. Azt jól látom. Na, van nálam csomó item, majd ezt odaadom a vulkánnak, majd örülni fog neki, ne aggódj. Csak hagyj fejezzem be ezt a festést, mert ezt egyszer elkezded, akkor ez egy borzasztó idegesítő. De most már lassan végzünk. Fú, bazd meg. 14 liter benyám van, úgyhogy meg se tudlak tankolni téged. Vigyázz az utolsót is. Igen, a vulkán meg vörösre festeni az egészet. Na, 55-ről 50-re 39 36 31 0.
Hál' Istennek, lehet, hogy a pianóval kellett volna kezdeni, és akkor az egész nulla lett volna rögtön. Figyelj, azért még így is, hogy alig működik, így is 1800 pénznél járunk. Ebben vulkán is van. Igen, mert ez az új DLC, ami majd jövő héten jelenik meg. Ugye itt most elköltözött a Gas Station egy trópusi éghajlatra. És itt egy vulkán, hát ami újdonság az az, hogy egy vulkánt kell megnyugtatni, különben kitör, és az nagyon nem jó. Illetve cápatámadás van a víz felől, azt a megalodont, ami meg megjelenik, azt meg néha le kell lőni. De egyébként az alapmechanikák megmaradtak, ami még újdonság az az, hogy itt szörf cuccokat lehet bérelni, illetve búvár cuccokat lehet bérelni. Azon kívül minden más megmaradt. A kocsimosás, az autótankolás, a cash register, annyi, hogy nyilván hajókat is kell már itt tankolni. Mi más van még? A javítás, lopás, ezek mind voltak az előzőbe is. És elméletileg még, hogyha jól láttam a fejlesztések között, ebbe is van reptér. Úgyhogy minden, ami az előzőbe benne volt, az ebbe is benne van. Azt hiszem nem hagytak ki semmit belőle, csak megspékelték egy-két extrával. Úgyhogy igazából ezt, amit DLC-nek hívnak most, ez szerintem olyan, mint hogyha a Gas Station Simulator 2 lenne. Talán az szerintem egy jobb megfogalmazás, hiszen ugyanazok plusz extrák is vannak benne. És nem folytatólagos, tehát nem az van, hogy az eddig megszerzett Gas Station-edet folytatod, hanem új helyre költözöl. Tehát New Game-et indítottam, legalábbis most én is. Jó, ezt itt föltakarítottam. Ez a budi, ez már nagyon jó. Hát nézd meg, ez már egyébként egy öt csillagos budi. Hát már van rajta deszka. Hát az uhányzó az még annyira nem szofisztikált, de hát az most egyelőre nem érdekes. Hát mindenhol egyébként sorbaállás van, mert nincsenek cuccok rendelve. Ez luxus budi, abszolút. Jó, hát figyeljetek, mivel tankolni nem tudok, lopni igen. Mi a fasz van? Na, végre. Lake painting. Nagyon jó. Ez vulkán plízelő loot volt. Treasure Hunter Simulator poster. Mi a fasz? De nem volt semmi, csak 7 dollár. Szerintetek ő azért menekültem, mert látta, hogy mit csinálok a rendőrautóval? Nagyon jó. Oké, na mindenkit kipakoltunk, mehetünk. Figyelj, már megint van 2225-öm. Egy avit poszter, igen. Még azt a 2200-et szerintem akkor azt kellene csinálni, hogy talán autóalkatrészre költeni. Mindegy, ez a napjuk van arra, hogy összekapják magukat, ha nem, akkor a teljes bandát kibaszom, és új embereket veszünk föl helyettük. Mondjuk nem, csak a másodikat meg a negyediket rúgjuk ki.
mert a cash regiszternél és a rippernél jól dolgozik. Na! Azt mondja, hogy Painter. Várjál, nem az volt, hogy... Nem az volt, hogy föl lehetett menni... Várjál, valahonnan föl lehetett mászni a tetőre, és a tetőt is átalakítani, nem? Mert most azt nem tudom festeni. És egyébként itt az oszlopot se lehet festeni, srácok. Tehát, hogy... Ja, de várjál, ez most mi? Nem, az... Nem, itt oszlop festésni, de van, bazd meg. Ó, oh, de hát, hát azt az oszlopot meg nem festem le, hogyha a köztes oszlopot nem tudom átfesteni. Szalmatetőt festeni. Hát igen, mi a szalmát nem lehet megfesteni? Szerintem ezt ugyanúgy lehetne festeni. Jó, a fagyit azt viszik nagyon. Az újságot továbbra se. Ide meg nem vettem még semmit. A reset, save, load kombót is meg lehet próbálni. Amúgy igen, hát lehet, hogy majd azt akkor megcsináljuk úgy, hogy... Jó, adjunk, legyen, hát végül is lehet, hogy lojális emberek, most érted, lehet, hogy ide költözött be aznek vidékről, én meg izé két nap után kibaszom. Oké, okay, nincsen, tehát ilyen cuccom nincsen, ezt nem rendeltem. Ja, lehet, hogy ide cuccolt, felmondott az előző helyén, mert úgy érezte, hogy itt lesz a nagy megváltás neki, karrier lehetőség és egyebek. Én meg így fogom, azt egy nap után kibaszom. De hogyha nem dolgozik, akkor egy nap után ki kell baszni. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy itt izé jó pofizgatunk. Jó, lehet, hogy az zavarta meg őket, hogy bezártam a helyet. Mert most látjátok, hogy resting. És az van, hogy reggel kell dolgozniuk. Prémium. Nem kaptok prémiumot, te is dolgoztál! Ez mit csinál szerintetek? Mert ezt gondolom a kibaszás, ez meg a nem tudom mi. Hallod, level 11-es a fuelingje a csávónak. Ugye? 200 dodó a prémium, hát oda én is mennék. Na. Szilvia már mindent látott ember. A napocska az azért színes, mert... Szóval a napocska az azért színes náluk, mert hogy... most lehet átállítani. Amikor resting státuszban vannak. Hát most ilyen nyugisba beállhatok én is csinálni, tehát majd reggel fölkelnek, és akkor remélhetőleg tényleg elkezd mindegyik dolgozni. Hallod? Na, ő aztán bevásárolt. 52 dollárért. Jó.
Éjszaka kellene kiszedni őket? Figyelj, most éjszaka van. Tudod mit? Akkor csináljuk azt. Kiszedem mindegyiknek a feladatát. Kiszedem az auto paymentet. Ezt nyilván nem állítom át night shiftre, mert akkor baszhatom. De átrakom őket, hogy mindegyik más csináljon. De mindenféle cuccot kell rendelni. Szóval, menjünk föntről lefele. Fuel cars. Handle register. Repair cars, az ugyanúgy ott marad. És a negyedik, az pedig a fuel boats, az is ott maradt. Jó, figyeljetek, ők most így talán jó lesz. Azt nem tudom, hogy kellene mindegyiknek másodlagosat adni, hogy clean the station. Berakom, jó? Másodlagosan takaríthatnak. Ha éppen valaki ráír, akkor takarítson. Hogyha sok dolga van, akkor úgysem megy kitakarítani. Minden is elfogyott. Most mindent is rendelni kell. Csak előtte megnézzük az upgrade-eket. Kárvas, ezres. Ez egy külöttünk így is. Ha más nem, akkor a kárvas majd termel pénzt. Workshop. Itt volt a battery exchange, ezért nem volt az előbb, igen. Jó, mert akkor legalább tudom, hogy ha 894, tehát akkor nem tudok mindent. Jó, nem baj. Delivery fuel. 500, az 1200 lenne. Annyit nem tudok. 300 liter benyát tudok rendelni. Ezt nem most ürítettem ki? Can't be opened. Na, ezt tudom. Ennek nincsen csomja. Még lejjebb. Na, hát azt már igazán beadhattad volna. Ebben sincs semmi, ebben meg nincsen csomagtartó. Mehetünk kocsit mosni. Most egyelőre jók leszünk azzal, hogy csak benzin. Hát többi helyen jók vagyunk. Most látjátok amúgy jobb oldalt a challenge-eket. Akkor lesz a következő upgrade lehetőségem, hogyha azok a challenge-ek kipipálódnak, ahol két dolog van, a kocsi és a hajó tőtikézés. Minden más már, ja nem, még a repair, ja meg még a kárvas is van, jó van. Megjött már a hajó, nem, de most jön. Úgyhogy ha az megvan, akkor tudjuk a következő szintet ráhúzni a gas stationünkre, ami egyébként nem baj. Persze jobból, vagy mi az bal oldalt, most tele van mindenféle értesítéssel, hogy szarul működik minden. De nem lehet mindig minden tök jó. Kérlek, működjenek az emberek. Ha az emberek működni fognak, akkor én már boldog leszek. Azt egy kicsit sajnálom viszont, hogy az fixen bugol egyelőre. A parti hajó. De majdnem biztos vagyok benne, hogy mire megjelenik a játék, azt javítani fogják. Most egyelőre ez ilyen.
nincsen ki a mosóba, az szerintem oda megy. Köszi. Én azért csinálnánk egy resetet, hát ha be van ragadva az egyik ágyhoz. De milyen resetre gondolsz, hogy a cunami, az szerintem az én embereimet nem reseteli. Az csak az autókat és a vásárlókat. Nem? Ja, hogy lépje ki és be. Az lehet. Azt amúgy megcsinálhatjuk még mielőtt fölébrednek. Ja, az mondjuk nem egy rossz gondolat, mert akkor így legalább megnézzük, hogy... nem tudom, hogy ez mennyit segít rajta. De még mielőtt fölkeltek, ez azért volt fontos, mert szerintem, hogyha ezt úgy csináltam volna, hogy már ébren vannak, akkor lehet, hogy már nem segít rajta. Ja, majd most ezt meglátjuk. Amúgy tudod, mi van? Ha nem rohansz... akkor egyébként nem stresszes. Tehát, hogyha így ideállsz és azt mondod, hogy megvárod, amíg beállnak ide 5-6-an, addig várnak a tankolásnál. Akkor nincsen ezzel baj. Jó, nyilván nem vagy ugyanolyan profit-orientált ebben az esetben. Az egész boltot felvásárolta. Aj, hogyha innen eltűntek, akkor kimegyek tankolni egyet. Biztos, hogy bugos. Tehát most azért az érződik, hogy... főleg az a parti hajó. Az teljesen indokolatlan, hogy megjelenik, és nem jön ki belőle senki igazából. Na, azt én sem értem, hogy miért. Ba, mennyi. Visszajövünk. Szolgáljuk a hölgyikét. Jó, megsikálom. Hallod, ezeket a kocsis cuccokat imádják. Ezer pénz kell azt hiszem az utolsó fejlesztéshez, ami még hiányzik. Aztán utána... hát figyelj! Az biztos, hogy a javítóshoz, tehát szerintem úgy fogjuk most priorizálni a feladatokat, hogy a challenge-eket meg tudjam csinálni. Tehát azt lehet látni, hogy a kocsit kell mosnom nekem, illetve autót kell javítani. Tehát, hogy szerintem a mostani pénzt ezt inkább arra kell majd költeni, hogy car repair dolgokat vegyek. Na, figyeljetek, 3 fölébredt, a negyedik nem. Cleaning, cash register, repairing. A negyedik emberünk az még mindig alszik. Egyedik, de mindjárt megnézzük, hogy mi a feladata.
már föl kellett volna kelnie. A negyediknek kérlek szépen Fuel Boat. Bekapcsoljuk az auto paymentet, de még hogyha a Fuel Boat-ra amúgy most lehet, hogy fölkelt. Most már nem resting, de még mindig resting. És itt vannak. Várnak rá. Na, hát akkor megjött az első. Az első kirúgás. Köszönjük szépen. Akkor Maciek. Maciek megjött. Macieknek pedig nem resting a feladatod, hanem car, ugye? Boat fueling és cleaning nappal, és már dolgozik is. És már dolgozik. Látod? Ennyi. Amúgy az a baj, hogy itt meg kell tanítani az embereket az életre. És tudod, mi a helyzet? Mindenki pótolható. Tehát igazából itt neki azt kell éreznie, hogy hol a faszomba van már. Már fizetek neki, azt nincs itt. Na, ez egy gyors karrierút lesz, drága barátom. Hol vagy? Melyik a te házad? Mindjárt kirúgdoslak innen. Ó! Maci! Tehát nem ezért fizetek, jó? Tehát, hogy ez, amit te itt művelsz, ez nem nem erre vettelek föl. Ő mit tölt? Already occupied by an employee. Így már értem, hogy a másik miért nem akar dolgozni. Aha. Lehet, hogy utána csinálunk egy cunamis resetet. Lehet, hogy bugos a háza. Az is lehet. Az is lenn, Macit megkeressük. Ha nem, akkor úgy ráküldöm a cunamit, mint annak a rendje. Hop, 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 hop. Ugye, hogy ugye? Csak kijöttünk onnan, Macikám. Mászalad is. A T-betű seggű. Seggimplantja volt szerintem, mert be van matricázva. Fueling. Ricardo! Ricardo, takarítsál, Ricardo! Köszönöm. Ne dudáljál, szerelek! Vagy azért dudáltál, hogy a tiedet is? Drumset, nagyon jó. Nézd csak, mester, figyelj, segítek. Hoppá, meg is javítottuk. Na? Nagyon jó. Mester. Az már ott kattant egyet. Ott is van. Nagyon. Szuper! 1650. Figyeljetek, nappal faszán működik minden. Ugyanezt kellene reprodukálnunk, tehát hogy még ennyi ember kellene, és mindegyiknek egy ugyanilyen esti műszak. És akkor tök jók vagyunk. És szerintem annyi emberünk lesz is a végére összesen.
kérdés, hogy mondjuk az airport, mint ilyesmi, az... az bejön-e, mint plusz feladat, nem tudom. Középen szokott lenni, ott van. Fej. De ennél nem lehetne, tehát hogy ezt nem értem. Várjál, takarító eszköz a kézbe és shift. Nem tudom, ki túrom. Hopp! Hopp, 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 ott van. Cson nélkül. Kukázsák. Az a baj, hogy ezek nem olyanok. Kukázsák. Hát nem, ez sem mutat. Ó. De nem, ez nem azért mutatja szerintem, hogy de. Ha, de azért mutatja, de nem tudom fölvenni, hanem el kell róla váltanom. De lehet, hogy amiatt mutat. Aha, jó, igazatok volt, tehát mutatni mutatja. De teljesen jó. Ez is fél siker. Fölszedni nem tudom a kukázsákat, tehát el kell róla váltani, de legalább megtaláljuk könnyebben a vízbe. Nagyon szépen működik, viszont nézzétek az achievementeket, lent. Mondjuk pont nem látjátok azt, amit kellene látni, na mindegy. Tehát a fueling az nagyon szépen, nagyon-nagyon szépen megy. Nyilván azok tudnak takarítani, akinek nincsen úgy feladata. Van 2200-am. Na nézzük. Upgrades. Megvesszük 1000-ért akkor a Warehouse upgrade-et. Jó, és akkor most állunk úgy, minden megvan. Erre majd 2500-at kell félretenni. A toolsnál annyira nem érdekel a dolog. És azt kell figyelni, hogy boats fueled, oké, viszont a cars repair, amúgy megy a car repair is. Kettőt le kell mosnom, akkor viszont most pénz kell. 2500 pénz. És utána megvan a kövi fejlesztés is. Az meg 4/3 van. Hát hallod, nem fogok végezni ezzel a fejlesztéssel. Hogy ment el így az idő? Jó, mondjuk ma mind a kettő játék kurva jó volt, amivel játszottunk, de nekem fel se tűnt, hogy ennyi az idő már. Az ilyen napokat egyébként... I can't refuel boat because... Ja, jó van. Akkor takarítsál, ne reklamálj. Szóval az ilyen napokat úgy szeretem, amikor mind a két játék, amit előveszünk, baromira elviszi az időt, és így nem is veszed észre, basszus, hogy eltelt. Jó, van ezrem. 500 liter benyát. Jó, akkor megrendelünk 500 liter benyát. Amúgy Műcsi, nem mondtál rosszat, jól néz ki az. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezt is le tudom festeni? Hála a jó égnek, nem. Ugye a másik játékban azt hiszem le lehetett festeni. Ó, nézzétek, milyen fasza! Hál' Istennek, ezt nem lehet festeni, kösz. Ugye a másikban, tudjátok, lehetett festeni még a izét is. A warehouse-t. Ja, szóval boats fueled, ott még elég sok van, tehát sajnos hajót kell még 29-et megtankolni a csávónak,
és én nekem le kell mosni egy autót, és akkor megvan minden challenge, ergo mire megtankolódik még 29 darab hajó, addigra kell, hogy legyen 2500-an plusz ugye annyi, amennyit még az egyéb fejlesztésekre akarok tenni. Éjszaka hajót tankolok, így van. Ja, az szerintem működőképes. Jó, van a hibái ennek a játéknak is. De szerintem így a szimulátor gémek között ez még mindig elég magasan van. Itt még mindig arról beszélünk. Legalábbis szerintem. Na, tüti kézedbe. Köszi. Kezdted dolgozni mindenki, srácok. Nincs lazsálás. Már megy is hajót tankolni, még 8 percig dolgoznak az embereim, aztán utána mindenki elmegy pihenni. De amúgy ezt a DLC-t szívesen kimaxolnám. Az előzőnél is azért ezt megcsináltuk, hogy streameltem annyit a játékot, hogy minden fejlesztést megvettünk. És akkor utána vártuk, hogy jöjjön valami újdonság. Annyit egyébként szerintem megérdemel, meg ezzel én szívesen játszom. Remélhetőleg ti meg szívesen nézitek, úgyhogy... Annyira nem kell szerintem sok idő ahhoz, hogy ez kimaxolódjon. Na. Még most a kettesével tudom őket tankolni, úgyhogy talán úgy gyorsabban meg lesz. Bolt az csempézve legyen belül. De nem sokkal jobb, ha már ilyen trópusi éghajlaton vagyunk. Oda be nem teszem a lábam, azt nem vagyok hajlandó én csinálni. Hát remélem arra nincsen achievement, hogy én javítsak kocsikat, mert azt nem. Ez túlságosan időigényes, csomó mindent kell ott csinálni. Az a szar a fejükön, az miért van rajtuk? Néha ilyen hülye izé van a fejükön. Ami kiesik a kosárból, az itt marad, csak szólok. Azt kifizetted, lecsipogtam, nem viszed el, akkor visszarakom a pócra. Karácsonyi eseményből. Na jó, de az nem ilyen Santa Claus-os sapka, mert azt még megértem. De ez valami más. Oh,
Hó... Ja, ugye ez egy hóember! Ah, oké. Okay. Rendben, azt... Abban én nem láttam a hóembert. Mini hóember sapka. Igen, most jelenleg ebbe a fázisban megvan nekünk a játékmenet, ezt abszolút jól mondod. Éjszaka elrohangálgatok ezek között a területek között. Most szerintem nagyon rendelni sem rendelek semmit. Amit még lehetne, bár az most annyira nem must have, az pedig a scuba diving meg a surfing szettek. Azt lehetne rendelni, mert az egyáltalán nem megy. De mondjuk most az nem kell az achievementhez. Az achievement jelenleg ott áll, hogy a 25 hajó tankolás és kész. Még a car repair is kipipálódott már. Betűt fölhúzhatta volna, de nem akarok beleszólni. Jó, priorizáljuk nyilván ezt a hátsó részt, és akkor nem teljes köröket megyek, csak megvárjuk, amíg ezek jönnek. Azért az látszódik, hogy működik így is, tehát azért termelünk profitot, viszont... lényegesen lassabb, tehát hogy nem egyszerre dolgozik minden. Az azért látszódik. De nem az van, hogy egy pillanatra nem nézel oda, és így ó, van 2000-em, meg 3000-em, hanem így az van, hogy nem nézel oda, és így jó, még mindig nincsen pénzem. You're a lifesaver. Bocs, hallottam egy hajót bejönni. Az fontosabb, mint te. És tök rosszul hallottam. Na, most már megvárom, ott jön. Üzemanyagot már most kéne rendelni, mert napközben kevés lesz. Ah, mindjárt megrendeljük akkor. Hát 320 litjó van. Igen, most még én el vagyok vele, de... Napközben az alóban, ha jön a kövi. Akkor rendeljünk. Úgyis beállunk most a kasszába egy kicsit. Successful Scans 3. Ja, hogy ennek... Ó, oh, ennek van egy... Scan Combo Products Left 5. A Scan Combo arra vonatkozik, hogy hány... perfect scan csináltam, vagy hogy... Tehát, hogy milyen régóta nem volt hiba? Ja, oké. Okay. Köszi. De ez... Ja, de ott van, jó van. Na, most vagyunk 30 per 50-en. Tehát még 20 hajó. Mondjuk 2500-am addigra lehet, hogy nem lesz. Bár de, mert hogyha reggel bedurranunk, mert mondjuk most megrendelni fogok izét üzemanyagot. 1250 ér megint. Jó van. Bízunk benne, hogy reggel annyira bedurran a biznisz, hogy brutális mennyiségű pénzt fognak keresni nekem az emberek.
cleaninggel is el lesznek a srácok szerintem. Azért két hét alatt szépen felfuttattad a helyet. Amúgy igen. De ott írja is, hogy ugye hány nap. Ugye a semmiből indultunk. 15. napnál tart a biznisz. De én örülnék neki, hogyha két hét alatt így a semmiből ilyet tudnék építeni. Ami ráadásul ennyire profitos. Mert hogy kölcsönt nem kellett fölvennünk. Szépen mindent kitermeltünk magunknak. Jó, egy-két embertől loptunk, vagy lehet, hogy egy-kettővel le is kellett feküdni ahhoz, hogy itt tartsunk. Na de hát na, érted? Business is business. Oké, ott jön a bönya hajó. 31/50, 32. Jó, hát ez tényleg gyorsan meg lesz. Én attól tartok, hogy a pénz nem lesz meg. De mindig két óra múlva fölkelnek, és akkor én tudok pihizni. Csit lejártam, bazd meg a lábamat. Én bezzeg nem alszom, érted? Ők meg elmennek 12 órát dolgoznak, aztán 12 órát alszanak. Mikor aludtam én utoljára 12 órát, hallod? Van hajó? Nincs, nem már ott jön. Na mindegy. Jó van. Srácok, holnapi nap az fullos Elden Ring. Úgyhogy holnap Souls játszások lesznek, és ugye a múltkori Elden Ringnél halt Marika, meg szerintem meghalt a másik is, ugye? A fura kezű. Tehát vagy abba az irányba megyünk tovább, vagy, amit ugye mondtam még, hogy a kezdő zöld terület folyótól jobbra lévő része, a piros íg, az még nincsen meg. Tehát az is lehet, hogy azt fedezzük föl. Majd meglátjuk. Azt egy ilyen nagyon teljesen fullos végigjátszásnak akarom, mert akkor az a mentés lesz majd folytatva, mindenféleképpen a DLC bejövetelénél. Nem tudom, majd megmondjátok, mert nem emlékszem, hogy ott van-e valami olyan izgalmas dolog, ami miatt feltétlenül oda kell menni, de felfedezni akkor is föl kell. Jó, hittem én, 7:52. Azt hallod, már lefoglalta. Már stoppolja, érted? 8:04 van. Már megy. Hétvégén is streamelek alvás helyett. Hát jó, de végül is, hogyha belegondolsz, szerdán meg csütörtökön nincs streamem. Elvileg akkor kellene nekem pihenni. De hogyha minden jól megy egybe az évbe, akkor jövőre lesz nálam is azért változás. Az lehet, hogy sokat fog segíteni, de majd meglátjuk, ezt nem kiabáljuk el. Majd mesélek akkor, hogyha aktuális lesz. Ha most 4-ig megy a backpack. Tegnap még backpack battle-öztünk is, igen, genshinezés után. Mehetünk lopni. Nem, a streamekben nem szeretnék változtatni. Tehát ezt most már megszoktátok, ezt a menetrendet, ez most már megy azért egy jó pár éve. Ezen szeretnék a legkevésbé változtatni. Na azért. Mondom, az mit csinálott? Viszont túl sok a duda jobb oldalt.
Ez honnan nyílik, tesó? Azért. Nem, pedig minden rendben van. Ezek csak random dudálnak. Lemostam a tulaj hátát is. Lehet, hogy azért kaptam tippet. Számolódik ez? Te sokám tankolsz? Cleaning. De miért cleaning? Mit takarítotok? De figyelj, azt a cleaninget a legközelebbi este, amikor pihennek, én kiszedem. Fúj, az a mennyiségű szar, ami ott ömlik ki. Oké, okay, fuel cache register repairing. Jó. De várjál, ha négyen vannak. Az utolsónak a fuelingje nincsen, ugye? Ez az, aki nem tankolja a hajót jelenleg, ami az egyik legfontosabb feladatunk lenne. Szevasz, Tabu! Hoppá, ja igen, értem, hogy mire mondtátok, mert így átmentem mögötte. Igazán nincs mit. Send? Not a problem. Most volt az 50. autó, amit lemostam, ha jól látom. Te macikám! Te maci, figyeljél! Nyomj rá a frissítés gombra. Aha, tehát akkor itt van jelentősége annak a gombnak? Na, akkor azt mindjárt benyomjuk macikámnak. Belőle esett ki a hal, igen. Azt teljesen jól láttad. I am busy right now. Kurvára remélem, hogy nem a cleaninggel. Na figyelj, maci. Na most az van. Na most remélem az lesz, hogy visszamész a helyedre, és utána baszott gyorsan kiszállsz az ágyadból. És azonnal visszajössz dolgozni. Különben van egy rossz hírem, nem kell visszajönnöd dolgozni. A cleaning az bugos lehet, aha, de ez hogyha többen akarnak rámenni ugyanarra a szemétre, akkor bebugolnak. Jó. Ez jó tudni. Meg majd szerintem kezdjünk el így toborozni, mert lehet, hogy Maci nem vált be. Tehát, hogy ő idejött messziről, azt gondolta, hogy figyelj, tankolni tudok,
De jelenleg azt látom, hogy nincsenek meg a megfelelő kompetenciái ahhoz, hogy ezt a feladatot, ezt a borzasztóan fontos feladatot ellássa. Tehát, hogy aki nem tudja kezelni a gumicsövét, az a baj, hogy itt annak nincs helye. Tehát itt mindenki profi. Igen, úgyhogy szeretném kérni, hogy a recruitment folyamatot azt kezdjük el. Valószínűleg egyébként egy kamu CV-vel jelentkezett, és átment a rostán. Az előszűrés nem volt sikeres. Na nézzük, mit tudunk csinálni? Itt nyílt meg valami új? Ja nem, ez konkrétan mindjárt kész. Ugye a teljesen fölösleges pénzköltés az ugye a dekoráció és a landmarks, hogy ezeket elkezded megvenni, de tehát, hogy nem tartunk itt. Jó, azt a fuel boatot, azt még holnap átbeszéljük, macikám. Hogyha holnap sem állsz úgy a munkához, ahogy kell, akkor viszont lehet, hogy aznap volt az utolsó munkád. -42/50-en vagyunk. Hogyha Maci nem bagol be, akkor szerintem meglettünk volna. Biztos, hogy lesz majd ice cream, valamilyen ice cream-es dolog, mert ha jól emlékszem, akkor a... Várjál, a felvételi adatlapjukon az embereknek, amikor azt olvasod, akkor ott van azt hiszem ice cream vending. Rak be éjszakásnak. Nem akarom, hogy este senki se dolgozzon. Szar éjszakásnak lenni. Nem jó. Az a baj, hogyha berakom éjszakásnak, akkor ki fog fáradni, és nappal nem fog tudni beállni rögtön dolgozni. És mennyi az idő? 38. Hát akkor még mondjuk lehet, hogy pont ez a challenge, ez meg lesz a streamen. Most várunk egy kicsit, mert az meg kezdek szédülni, annyit forogtam. Én arra tippelem, hogy úgy kéne, hogy egy-egy tankolót teszel oda, úgyhogy egyik elsődlegesen csak autót, másik hajót. Lehet. Mindegy, egyelőre. Egyelőre most ez egyébként jónak tűnik. Minden challenge megvan, nézzétek? Csak négy hajót kell megtankolni. Na még két etap. 2700-unk megvan, tehát a szintlépés az meg lesz. Ami nem lesz meg, az fejlesztésre pénz. Látlak téged, köszönöm szépen a 11. hónapot. Én is látlak téged, és köszönöm.
Ez mi a szar csinál? Szeretném jelezni, hogy Macika idejött 9 percre dolgozni. 9. Figyelj, mert 20 órakor úgy fog elmenni aludni, mint a picsa. Figyelj! Ú, de túlórázik, figyeld? Ezért $1 fogsz kapni. Igen, és most megy a resting. Ennyi. Szép munka volt, szép munka, gyönyörű. Gyönyörű. Tehát gratulálok. Én is szeretnék ilyen munkanapot. Bejövök, belógatom a csövemet, ott tartom egy 10 percig, és utána hazamegyek. A nap embere, a nap királya, így van. Jó, egy hajót megvárunk még, és akkor megvagyunk. Semmi példastatuálás? Ráfingottam a párnájára. Majd a reggeli szemgyuszi az majd meg, majd tudni fogja, hogy honnan jött. És valószínűleg még mindig nem lesz automata a kocsimosó. Bár az lenne a jó, hogyha automata lenne először, és akkor utána lenne az, hogy 2 autós beálló. Mert most már pressure szintet növeltünk. Nálunk van egy ilyen kolléga az irányában, 11-kor aludt. Az komoly. Hát az nem viccelt. Jó, lehet, hogy hosszú éjszakája volt. Lehet, hogy sokáig streamelt este. Meg utána genshinezett és backpack battle-ozott. Na. Challenge completed. Oké, most már mindenből 75-öket kell, azt figyeljétek. Az már combos. Jó, de hogyha minden flottul működik, akkor nem kéne, hogy probléma legyen. Na nézzük, azt mondja, upgrade. Ja igen, ez a gondunk, hogy ebben nincsen. Aj, bazd meg, ezt felejtettem el, látjátok? Additional parking, employee, more decoration és structure upgrades. Tehát ez volt a gond itt. Egyrészt, hogy újra festhetem azt a részt. Másrészt meg az, hogy ebben nincsen... Milyen csecse! Tehát, hogy ebben nincsen most upgrade. Washing machine. Most a kocsimosó mennyi lesz és mit ad? Hát a kocsimosó most semennyit, mert ugye abban nincsen kocsimosó upgrade. Pont ezt mondom, hogy ebben az unlockolósban, ebben most nem volt. Minden más volt, csak ez nem. Mi ott lett volt? Igen? Komolyan? Na várjál. De hogy? Miért? Elolvastam, nem volt ott. Pedig tényleg ott van. Ez még mindig increasing pump durability. Szóval meg még mindig lófasz. Inventory capacity, spark plug, durability, még egy equipment slot és a shower. Hát a showert azt föl megveszem. Most már van csap! Nagyon jó. De még mindig egy lavorba kell állni.
bánatos vagyok. Igen, mert ráadásul akkor most még egy teljes ilyen cikluson át kell menni, és talán akkor lesz automata. Crasheltél? Hát megnézhetjük, hogy mit ad a következő. Nem tudom, hogy meg lehet, de én szerintem nem. Upgrade? Nem. Látod, erre az alsó részre ilyenkor nem tudok kattintani. Warehouse, workshop, toilet, carwash, surfing. De nem tudok rá kattintani. Még csak info sincsen róla ilyenkor. China. De ez a pump durability, annak nem tudom, hogy mi értelme van. Hát, hogyha nagyon szerencsétlenek vagyunk, akkor tényleg az utolsóba lesz automata. De... tudod, azért nem baj végül is, mert... ha... most ugye fölvehetek még egy embert. Az igazából az is lehet, hogy azt beállítjuk full cleaningre, de lehet, hogy éjszakai műszakba berakjuk valamit csinálni. Azért így este el vagyok így magamba. Nem kell senkit kerülgetni, mindent tudok én csinálni. Úgy értem, a kocsimosó eléggé sokat hoz ahhoz képest, hogy semmi nem kell hozzá. Az nagyon sokat hoz. Tehát, hogy az messze a legdurvább, hogyha úgy nézed, hogy nem kell hozzá semmi, beáll, folyamatosan jönnek, és nem kell semmit rendelni. Jó, van egy kis maintenance, hogy mondjuk a dugattyút néha magával húzni, de az nem annyira vészes. Szuper! De boldogak vagyunk! Csak így nincs időm lopni. Party time itt nincs, ahogy nézem. Szürke, még lehet megjelenés után. Hát de már mint a parti buszra gondolsz? Mert hogy így van parti hajó, azt meg is vettük egy ezresér. Csak bugol! Ja, értem. 1000 pénz. Hát abból szerintem izét veszünk. Fuelt. 500-at tudok venni? Nem az 1200. Not enough money. Akkor veszünk 400-at. Beállunk hátra, mert már 5:30, mindjárt fölkelnek az emberek. Na jó, figyeljétek, 50 van, én szerintem itt akkor ezt elmentem,
ezt innen fogjuk folytatni. Mindjárt kitaláljuk, hogy hogy legyen a jövő heti menetrend, jó?